Fontos a kémények rendszeres átvizsgálása, fűtési szezontól függetlenül javallott a berendezések ellenőrzése. Aktív aranykor fotókiállítás. A Vigyázó Sándor Művelődési Központban megrendezett tárlat a rákosmenti szépkorúak alkotásait mutatta be az érdeklődőknek. Tevékeny 70 év címmel nyílt kiállítása a Rákoskerti Közösségi Házban. A tárlat dr. Félegyházi Gyuláné bőr- és ruhaipari tervező 7 évtizedre visszatekintő munkásságát mutatja be. Köszöntöm Önöket, a Rákosmente Televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. A szakértők szerint az otthonunkban a leggyakoribb probléma a levegőellátás elégtelensége lehet, ami akár szénmonoxid visszaáramláshoz, súlyos esetben pedig mérgezéshez is vezethet. A balesetek azonban megelőzhetők a megfelelő eszközök beszerzésével, valamint a rendszeres kémény ellenőrzéssel, amely magánszemélyek részére díjmentes. Éppen ezért a fő két tűz munkatársai arra hívják fel az érintettek figyelmét, hogy fűtési szezontól függetlenül is fontos elvégeztetni a vizsgálatot, amit 2021 májusától a katasztrófa védelem munkatársainál igényelhetnek a lakossági partnerek. Még akár a fűtési szezon beköszönte után is érdemes átnézetni a melegítő tüzelő berendezéseket, kiemelt hangsúlyt fektetve a kémények megfelelő működésére, ugyanis azok rendszeres átnézetése megelőzhet számos balesetet. A főkétűz munkatársai arra hívják fel a lakosság figyelmét, hogy a magánszemélyek és a cégek jogszabályilag egyaránt kötelesek két évente elvégeztetni a kémények átvizsgálását, amit 2021 májusától a katasztrófavédelem munkatársainál térítésmentesen igényelhetnek a lakossági partnerek. Az alapszabály az az, hogy a lakossági és a társasházi lakásokat azt a katasztrófavédelem ellenőrzi Budapesten, és ami nem társasház és céggel érintett ingatlan, tehát mondjuk egy családi házban be van jelentve egy cég, az ott már ott a cég tulajdonosnak a döntés, hogy kitől rendeli meg a szolgáltatást. De nagyon fontos, hogy két évente kötelező, bizonyos esetekben évente is kötelező a megrendelés, és azon túl mondom, hogy eldöntheti, hogy kitől, azért ez egy elég komoly, fontos elem, hogy mi is azt szoktuk javasolni, hogy évente bármilyen típusú készülékkel vagy fűtésre van az ügyfélnek, évente érdemes ezeket a készülékeket, illetve magát a kéményt ellenőrizni. Fontos szem előtt tartani, hogy ezen szolgáltatás megrendelése a vállalatok esetében díjfizetés ellenében történik. Molnár Bertalan arra is rávilágított, hogy miért javallott minden esztendőben megnézetni a szakemberekkel a fűtőberendezéseket. Az alap különbség az úgynevezett szilárd fűtés, vagy a szilárd tüzelésű készüléketnél van az éves ellenőrzés, tehát vannak esetek, amikor akár ennél gyakoribb ellenőrzést is előírhatnak, de alaphelyzetben a szilárd tüzelés, tehát a fával történő tüzelésnél, azt így egy olyan elem, ahol vagy olyan eset, ahol évente kell ellenőrizni a készüléket. Mi azért fogalmazunk úgy, hogy, és ha már említette, akkor hogy miért érdemes akár évente is ezt az ellenőrzést elvégezni, vagy a fűtési szezon elején, azért szoktuk mi ezt javasolni, mert például ugye a mi kéményseplőink hatásfokot is mérnek, erről szintén nem beszélgettünk a legutolsó alkalommal. A hatásfok az azért nagyjából azt mutatja, hogy a készüléken hogyan működik. A vizsgálat során a kéményseprők alaposan átnézik az égéstermék elvezetőket, és ellenőrzik azok műszaki állapotát. Megvizsgálják, hogy biztosította az adott helyen a fűtés biztonságos működéséhez szükséges mennyiségű levegő, illetve annak utánpótlása. Emellett elemzésre kerül a tüzelőrendszerből távozó égéstermékek összetétele. A rendszeres és alapos átvizsgálásnak köszönhetően a szénmonoxid visszaáramlás, illetve a kéménytüzek kialakulása is megelőzhető. Továbbá érdemes a katasztrófavédelmi igazgatóság javaslatai alapján beszerezni szénmonoxid jelző berendezést is minden háztartásba. Aktív aranykor címmel nyílt fotókiállítása a Vigyázó Sándor Művelődési Központ Ballonyi Galériáján, amely a rákosmenti szépkorúak alkotásait mutatta be a közönségnek. 38 kreatív, vállalkozó szellemű nyugdíjas, több mint 100 alkotását tekinthették meg az érdeklődők a helyszínen, ahol Horváth Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az eseményen jelen volt Szabó Tiborné, Rákoshegy önkormányzati képviselője is, aki szakmai tudásával segítette a tárlat létrejöttét. Aktív aranykor címmel nyílt fotókiállítás a Vigyázó Sándor Művelődési Központ Ballonyi Galériáján.
a szépkorúaknak szóló pályázati lehetőséget Rákosmente önkormányzatának idősügyi tanácsa hívta életre, melynek célja, hogy a 17. kerületi nyugdíjasok minél aktívabb életet éljenek. Ebből kifolyólag a szervezet már a korábbi esztendőkben is biztosított tematikus lehetőségeket az érintetteknek, mondta el Horváth Tamás polgármester megnyitó beszédében. Már körbenéztem, és tényleg nagyon-nagyon szép képeket lehet itt látni. Nagyon fontos számunkra az időseket, hogy foglalkoztassuk, hiszen önöknek is gondolom fontos az, hogy minél több elfoglaltságuk legyen, hiszen fontos, hogy az idősebb korban is ne eresszük el magunkat, hanem foglalkozzunk akár meseírással, akár kézművességgel, akár fotók készítésével, de hogy a fotókat látom, hogy a fotóknak a nagy része az mind valamilyen kiránduláson, vagy valamilyen túrán, vagy nyaraláson készült. Ez is azt mutatja, hogy önök mennyire aktívak, és ennek nagyon örülünk, hiszen számunkra is fontos az, hogy önök minél aktívabban töltsék ezt a kort is. És ugye nemrég ünnepeltük az idősek világnapját, ott is nagyon sokan voltunk, és örülök, hogy ilyen szép számmal el tudtak jönni hozzánk. A városvezető ezt követően jelképes ajándékokkal, illetve oklevelekkel fejezte ki elismerését a kiállítóknak. A nyeremények kiosztásában közreműködött Szabó Tiborné is, aki emellett szakmai tudásával segítette a 38 alkotó, több mint 100 fotográfiáját felvonultató tárlat létrejöttét. A Rákoshegyi önkormányzati képviselő maga is örömmel üdvözölte, hogy az aktív aranykor fotópályázaton ilyen sokan részt vettek. A csoportban lévő kollégákkal, a gondozási központok vezetőivel, a rendőrség munkatársával, vagy az Életfánál a dolgozók megbízottaival minden évben valami feladatot szeretnénk adni a nyugdíjasoknak, és így jött létre most ez a fotókiállítás is, mert kitaláltuk azt, hogy hát annyit járnak kirándulni, olyan aktívak voltak az előző években, hogy hát akkor nézzünk meg egy másik oldalukat is, hát ha ott is tudnak majd valamit letenni az asztalra is, bizony nagyon sokat sikerült, és szebbnél szebb, jobbnál jobb fotók vannak, úgyhogy szerintem jó néhányal akár fotópályázaton is lehetne indulni, mert nem csak gép volt a kezükben, hanem szemük is volt, és láttak. És az életük minden napjait, ami a közösség életet alkotja, amikor együtt vannak, vagy családi körbe, vagy csak uram, bocsánat, férj-feleség, megörökítették a tevékenységeket, aktív aranykor. Amint azt a szervezők elmondták, jövőre újfent lehetőségük lesz a nyugdíjasoknak megmutatni kreativitásukat, ugyanis a tervek szerint a következő esztendőben összeállításra kerül majd Rákosmente szakácskönyve, melybe az általuk javasolt receptek kapnak helyet. Október 21-én nyitotta meg kapuit a Rákoskerti Művelődési Ház új tárlata, Tevékeny 70 év címmel, amely dr. Félegyházi Gyuláné, bőr- és ruhaipari tervező, elmúlt 7 évtizedre visszatekintő, egyedi technikával készült alkotásait mutatja be az érdeklődőknek. A kiállított az esemény keretében Szelepcsényi Sándor, a Rákoskerti Polgári Kör elnöke, valamint András Károly kertmérnök, a Rákoskerti Kertbarát körvezetője méltatta. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Hatvani Zoltán, a kerületrész önkormányzati képviselője is. Azt gondolod, hogy én bánom, hogy te tőled el kell válnom. Elválásunk csak egy álom, szívemet másnak ajánlom. Áj, na 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 na. Dudás Szarvas Nórának, a Bartók Béla Alafokú Művészeti Iskola növendékének népi hagyományokat felelevenítő előadásával vette kezdetét dr. Félegyházi Gyuláné bőr- és ruhaipari tervező Tevékeny 70 év című kiállításának megnyitója a Rákoskerti Művelődési Házban. A folytatásban a megjelenteket Szelepcsényi Sándor, a Rákoskerti Polgári Kör elnöke köszöntötte, és mint elmondta, az alkotóval kivételt tett a kerületrészi intézmény, hiszen Rákoskeresztúri lakosként mutathatja be náluk a műveit. Mivel olyan különleges alkotásokat készít, amilyeneket még nem láttunk. Sokoldalú tehetségének műveire taktársaim hívták el a figyelmemet, és hangsúlyozták, hogy Erzsikében egy egyedülállóan ritka személyiséget fogok megismerni. És igazuk volt, bájosan megnyerő kedvessége azonnal magával ragadott. Biztos vagyok abban,
hogy sugárzó életkedve és emberszeretete mindenkit megérint, aki műveiben gyönyörködik. A rendezvény keretében András Károly kertmérnök, a Rákoskerti Kertbarátkör vezetője méltatta dr. Félegyházi Gyuláné tevékenységét, mivel a kiállító hosszú évek óta aktív tagja a közösségüknek. Mint utalt rá, Erzsébet számára az évek során szenvedélyé vált a kertészkedés, melyben a művészethez hasonlóan szintén megtalálta önmagát. Amikor még élt a férje, akkor ő divatba kezdtek jönni a 2000-es évek a spirálnövények. És hát a férje mondta, hogy hát neki ilyen kell, ő nagyon szeretne ilyet. Hát úgy képzeljék el, hogy a Gyula lefeküdt délután, és az Erzsike a délután folyamán megcsinálta a nagy tujából a spirál növényét. Hát hihetetlen, hogy mit vállalt ebben, de a tudása is megvolt hozzá. És érdekes módon, amikor a kertbarát kör munkájába becsatlakozott, és ugye meccésről beszéltünk, hogy mint, akkor ő megijedt. Hogy hát ő csak vágja, és akkor hát ez ő, nincsenek szakmai alapok. De hát a kertje az magáért beszél, ő szereti a rendet, és az azért lehet látni a rendezettséget, a szervezettséget, a pontosságot, és az a kert, mint japán kert stílus, ez pont odavaló. Ők ültették, ők nevelik, gondozzák a növényeket. Dr. Félegyházi Gyuláné tehetségét 13 évesen tanárai fedezték fel, tanulmányait 1956-ban a Képző és Iparművészeti Gimnázium bőrdíszműszakán végezte. Ezt követően lett Rákospalotán a legnagyobb bőrdíszműgyár tervezője. A legtöbb időt az egykori Májushegy ruhagyárnál, valamint annak utócégénél a Csárnál és a Firenze divatháznál töltötte tervezőként. Ezen időszakban kénytelen volt felhagyni művészeti jellegű tevékenységeivel. A pandémiát követően azonban visszatért a női portrék festéséhez és az ékszerkészítéshez, munkáiból pedig a gyermekkorától egészen a jelenkorig látható most válogatás, melyek egyedi technikával készültek. A technika különösen, mert úgy érzem, hogy ezt Magyarországon majd, hogy nem egyedül, nem tudok még egyet, aki csinálja. Egy farost lemezre, mint egy mozaik, színes, gyapjú textilből kivágom a mintákat, felragasztom, és utána pasztellel festem. Tehát ez egy egyedi tulajdonképpen. Mástól hallottam, aki elvitte keretezni a képet, hogy a keretező is azt mondta, hogy ilyennel még nem találkozott. A tárlat november 3-áig tekinthető meg a Rákoskerti Művelődési Ház nyitvatartási idejében. Idén ősszel is megrendezték a Nagy Dóra emléktornát, melynek keretében a néhai igazgató helyetteséről emlékezett meg a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium. A Rizs Levente Sport és Rendezvényközpontban megtartott foci bajnokságon az oktatási intézmény felső tagozatos osztályai vettek részt. Az eredményhirdetésen Horváth Tamás polgármester is jelen volt, aki az eseménnyel kapcsolatosan elmondta, annak legfontosabb célja a közös sportolás mellett, hogy az iskola megőrizze Nagy Dóra tanárnő emlékét. Szurkolással buzdították osztálytársaikat a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium diákjai a Rizs Levente Sport és Rendezvényközpont lelátójáról, ugyanis az oktatási intézmény második alkalommal rendezte meg foci tornáját, amelyet a tavalyi évben elhunyt Nagy Dóra pedagógus, alsós igazgató helyettes emlékére hívtak életre. Az eseményen a tanintézet 5-es, 6-os, 7-es és 8-os tanulói vettek részt, a csapatokban pedig a fiúk és a lányok egyszerre játszottak. Minden csapatban kötelező egy lányt beállítani, akinek állandóan a pályán kell lenni. Azt gondolom, hogy ezek fontosak egy osztályközösség életében, és jól is működik. Tehát azok a visszajelzések, hogy természetesen odafigyelnek a lányra, megpróbálják rávenni arra a két-három lányt, hogy felváltva játszanak a csapatba, és azt gondolom, hogy ez az osztályközösségnek is sokat jelent. Nem feltétlenül az eredmény a fontos. Van egy díjunk, egy kupánk, amit minden évben más osztály őriz, de utána megy a következő évben egy másik osztálynak. Azt gondolom, hogy tényleg az emlékezésről szól ez a torna. A bajnokság eredményhirdetésén Horváth Tamás polgármester is jelen volt, aki hangsúlyozta, a közös sportolás mellett az egyik legfontosabb célja a tornának, hogy az iskola megőrizze Nagy Dóra tanárnő emlékét. Dóra néni egy nagyon nagy személyiség volt itt a Kőrösi iskolában,
és mint mondtam is, nekem is személyes emlékeim is vannak Dóranén, hiszen a fiamnak osztályfőnöke volt alsó tagozatban, és csak jókat tudunk mondani, tehát legekben lehet beszélni Dóra néniről, és fontos, hogy ezáltal is, hogy itt a sporttal összekötjük egy kicsit ezt a megemlékezést, ezáltal a gyerekek is jobban tudnak kötődni talán hozzá. Nyilván majd pár év múlva már lesznek, akik nem nagyon fogják ismerni, de az, hogy a tornát meg fogják rendezni minden évben, így azért biztos vagyok benne, hogy sok gyermeket érdekelni fog, hogy hát ki is az a Dóra néni. Ezt követően kihirdették a sporteseményen legjobban teljesítő osztályokat, a városvezető pedig átnyújtotta a Vándor serleget az első helyezést elérő 8. B-nek. Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulójának alkalmából tartottak megemlékezéseket október 20-án Rákos mentén. Idén a Rákosligeti Polgári Kör szervezésében megvalósuló rendezvényen Kovács Istvánné Magdi néninek, a néhai Kovács István cserkészparancsnok özvegyének emlékeit, gondolatait tolmácsolta lányuk Kovács Katalina Hősök Terei országzászlónál. A továbbiakban a Gregor József általános iskola 8. A-osztályos diákjainak ünnepi műsorával, valamint a hála virágainak elhelyezésével tisztelegtek a megjelentek 1956 hősei előtt. Az eseményen Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője, Horváth Tamás polgármester, valamint dr. Füzesi Péter és dr. Bakos András alpolgármesterek egyaránt jelen voltak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulója alkalmából rendezett 17. kerületi megemlékezések Rákosligeten, a Hősök terén található országzászlónál vették kezdetüket október 20-án a himnusz közös eléneklésével. A folytatásban Kovács Istvánné Magdi néninek, Kovács István néhai cserkészparancsnok özvegyének 1956-ban megélt emlékeit, gondolatait tolmácsolta lányuk Kovács Katalin. Mint elhangzott, Magdi néni akkoriban a forradalom belvárosi eseményeiről a férjétől szerzett tudomást, aki testközelből tapasztalta meg az ottani mozzanatokat, ám a harcok szele eközben Rákosmentét is megérintette. Úgy emlékszem, október 25-én Pista, Simon Pista, Matyi, Ijés Sándor és egy barát négyen bementek Pestre az Asztóriához, a gyülekező helyre. Egyre többen lettek, aztán egyszer csak elindultak az emberek a parlament felé. A hatalmas tömeg a négy barátot elsodorta, elszakadtak egymástól. Akkor történt, hogy a parlamentnél belelőttek a tömegbe. Amikor meghallották a sortüzeket, Pista egy kapuajba bújt az egyikükkel, majd a nagy felfordulásban igyekeztek hazajutni. Pista végül épségben hazajött, de nagyon aggódott a többiekért. Csak másnap találkoztak, akkor tudták meg egymástól, hogy mi történt. Szerencsére mind a négyen megmenekültek. Azt tudom, hogy Simon Pistát többed magával a parlamenttel szemben lévő minisztérium épületébe beengedte a portás, mert akkor már lőtték a tömeget. Majd egy hátsó kapun kieresztették őket, és így tudtak megmenekülni. Pár nap múlva már vonultak be az orosz tankok. A Szabadság sugárútnál a főút kereszteződésében gyógyszertár, szikvizes és egyéb üzletek voltak. Itt történt, hogy elbújtak fiatalok, majd a forradalom alatt a ligeti vegyi művekben készült robbanó anyagot, úgynevezett molotov koktélt dobtak a kereszteződésben a főúton haladó tankok alá. Azok megálltak, és az egyikük, körbeforgatva a csövét, mindent szétlőtt, amit ért. Mind a négy saroképületet. Kovács Katalin hangsúlyozta, a visszaemlékezések legfontosabb célja, hogy közelebb hozza a fiatalokat a múltbéli történésekhez. Beszédében továbbá édesanyjához kötődő személyes emlékét idézte fel zárásként a nyilvánosság számára.
Még egy félelmetes dolog történt akkor velem. Az alsó úton, ami a vasúttal párhuzamosan halad, mentem teljes kannával Katikának tejért a Tusáékhoz. Tusa bácsi, őt mindenki így nevezte, vasútőr volt a MÁV-nál, a ligeti Sorompó őrházában, és ott lakott a feleségével, és volt két tehenük. Feléjük menve, egyszer csak váratlanul azt éreztem, hogy a lábam alatt remeg a föld. Hátrafordulva megláttam a kanyarban a feltűnő tankokat felém jönni. Az egyik tank megállt, és a csöve körbeforgott. Én úgy megijedtem, hogy megálltam, és rémületemben egy kerítéshez lapultam, háttal állva a tankoknak. Így álltam addig, amíg el nem vonultak mögöttem. Amikor végre elmentek, futottam tovább a teljes kannával a Tusáékhoz, mert Katikának kellett a tej. Hazafelé már nem mertem az alsó úton menni, hanem kerülővel bementem a kis utcák közé, és úgy futottam végig haza. Nagyon rémült voltam. Ezt követően a Gregor József általános iskola 8. A osztályos diákjai adták elő ünnepi műsorukat. Felkészítő tanáruk Stefáné Zsolnai Magdolna volt. A tisztelet és a hála virágait a Rákosligeti Polgári Kör képviseletében Zsámbokréti Zénó, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége 17. kerületi szervezetének elnöke és annak felesége, Rákosmente önkormányzatának nevében Horváth Tamás polgármester, dr. Fizesi Péter és dr. Bakos András alpolgármesterek helyezték el. Ezt követően a 264. számú Hunyadi János cserkész csapat tagjai, a Gregor József általános iskola megjelent diákjai és tanárai, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség 17. kerületi szervezetének részéről Dunai Mónika országgyűlési képviselő, Horváth Tamás polgármester és dr. Fizesi Péter alpolgármester, illetve a Keresztény Demokrata Néppárt 17. kerületi szervezetétől Szabó Tiborné, dr. Fenke Ferenc és Halász Dezső önkormányzati képviselők, a Magyar Szocialista Párt nevében pedig Lukocki Károly rótták le kegyeletüket. Végezetül további helyi intézmények, illetve egyesületek képviselői koszorúztak az emlékműnél. Az esemény a szózat eléneklésével zárult. Október 20-án a Csaba vezérszobornál is megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről. Az esemény a Rákos Csabai Polgári Kör szervezésében valósult meg. Beszédet a helyszínen dr. Füzesi Péter alpolgármester mondott, az ünnepi műsor fellépői Kriston Petra és Ősz István voltak. A rendezvényen jelen volt továbbá Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője, Horváth Tamás polgármester, valamint dr. Bakos András alpolgármester is. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulójának tiszteletére rendezett eseménysorozat a Rákos Csabán lévő Csaba vezér szobornál folytatódott, ahol a rendezvény a himnusz közös eléneklésével vette kezdetét. A Rákos Csabai Polgári Kör szervezésében megvalósuló eseményen szavalataikkal Kriston Petra és Ősz István működött közre az ünnepi műsorban. Utóbbi Tamási Lajos Piros a vér a Pesti utcán című költeményét adta elő. Zászlóink föl újjongva csapnak, kiborulnak a széles útra, sejem színei kidagadnak,
ismét milyenk a Pesti utca. Ismét milyenk a bátor ének, parancsolatlan tiszta szívvel. Ünnepi beszédet a helyszínen dr. Füzesi Péter alpolgármester mondott, aki a forradalom legfontosabb fordulópontjait felidézve rámutatott, a magyar szabadságharcosok olyan összefogásról tettek tanúbizonságot, amely kivívta a világ csodálatát. Mint elmondta, 1956. október 23-án Budapesten az egyetemi diákság felvonulásával kezdődött a szovjet megszállás és a kommunista elnyomás elleni felkelés. A diák felvonulások után a parlament előtt már több százezer fő hallgatta Nagy Imre reformokat ígérő beszédét. A rádió épületénél a fegyvertelen tömegre leadott véres soltűz hatására estére fegyveres felkelés bontakozott ki. A tüntetők ledöntötték a Dózsa-György úti Sztálin szobrot, a kommunista diktatúra jelképét, és hajnalra elfoglalták a Magyar Rádió épületét is. A nemzeti forradalomra válaszul orosz tankok indultak meg hazánkkal szemben. Az aránytalanul nagy túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott hősi harcot. A szabadságharc végül elesett, de a forradalom győzelmet aratott. Az alpolgármester hozzátette, a mai időkben különösen fontos meghallanunk és magunkévá tennünk 56-os hőseink üzenetét. Nem engedhetjük, hogy külső erők nyomására, belföldi kiszolgálóik segítségével csorba essen a magyar nemzet függetlenségén, a magyar haza szuverenitásán. Sajnos a világ nem változik. A hatalmasok ma nem fegyverrel, hanem pénzügyi zsarolással és itthoni kiszolgálóik támogatásával igyekeznek rátörni hazánkra. Egyetlen hatalom sem mondhatja meg számunkra, hogy kivel éljünk együtt, kitegedjünk be országunkba, hiszen ennek a törekvésnek egyenes következménye lenne ezer éves, nemzet megtartó keresztény kultúránk eltűnése, és a békés, biztonságos és szép mindennapok megszűnése. Erre a húsbavágó veszélyre hívja fel figyelmünket a közel-keleti, vagy éppen a svéd szurkolók elleni terrortámadás. Mindezen szörnyűségekre Európa nagyvárosaiban szimpátia tüntetéseket tartanak a terror mellett. Ennek kialakulását itt, hazánkban, Magyarországon nem engedhetjük meg. A megemlékezés a tisztelet és a hála virágainak elhelyezésével folytatódott. A Rákos Csabai polgári kör képviseletében Domokos Lajosné, Sárközi György és Sütő András, Rákos Mente önkormányzatának nevében Horváth Tamás polgármester, dr. Füzesi Péter és dr. Bakos András alpolgármesterek, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség 17. kerületi szervezetének részéről Dunai Mónika országgyűlési képviselő, dr. Füzesi Péter alpolgármester és Virág Mihály önkormányzati képviselő koszorúzott. A Keresztény Demokrata Néppárt Rákosmenti szervezetétől Szabó Tiborné, dr. Fenke Ferenc és Halász Dezső önkormányzati képviselők, az Itthon Rákosmentén Egyesület nevében dr. Fahed Gergő, Cseri Adrien és Virtyó Szandra, a Rákos Csabáért Egyesület képviseletében Lambert Krisztina és Pásztor Ádám, illetve a Városrész Oktatás és Közintézményeinek, civil szervezeteinek küldöttjei a szobornál egyaránt lerótták kegyeletüket. A koszorúzás után az esemény a hagyományoknak megfelelően a szózat közös eléneklésével zárult. A megjelentek ezt követően átsétáltak a Rákos Csabai Közösségi Házba, ahol pohár köszöntőt Horváth Tamás polgármester mondott. Mint utalt rá, az 1956-os forradalom magyarországi történelmének egyik legfelemelőbb eseménye volt, amikor munkások és diákok válvetve harcoltak együtt a szovjet hadsereg ellen. Rájuk az akkori hősökre kell, hogy ma is emlékezzünk, illetve arra, hogy mit tettek ők a hazánkért. Én úgy gondolom, hogy muszáj, hogy emlékezzünk és tiszteljük azokat, akik részt vettek ebben a harcban, hiszen 23-a délutánjától már tudták, legalábbis nagyon sokan tudták,
de többiek is tudhatták, hogy valószínűleg itt komolyabb harcok lesznek, és akár az életük is odaveszhet. És ez sajnos így is történt számos esetben, de az összefogás ereje vitte őket előre, és a nagyhatalmú Szovjetunió ellen képesek voltak föllázadni, bár segítségük is voltak, ugye az itteni kiszolgálói az idegen hatalomnak sajnos a saját népe ellen fordult. Így már nagyon nehéz volt harcolni. Ráadásul november 4-én ugye megjelentek az orosz tankok, visszajöttek, ugye ott is elaltották, hogy úgy mondjam, a harcosokat, hogy majd itt a vége, győztünk, és egy pillanat alatt megfordult az egész. És nagyon sok hősünk van, aki életét vesztette. A rendezvény állófogadással zárult. Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulóján Rákosmente önkormányzata koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott a Rákoskeresztúri Kegyeleti Emlékparkban. Az esemény keretében Horváth Tamás polgármester mondott ünnepi beszédet. A program a Vigyázó Sándor Művelődési Központban a Concerto Filharmonia zenekar koncertjével folytatódott, majd a rendezvény zárásaként dr. Füzesi Péter alpolgármester mondott pohárköszöntőt. Október 23-án a Rákoskeresztúri Kegyeleti Emlékparkban a Liszt Ferenc Vegyes Kar és a Rázenevárosi Fúvós Zenekar közreműködésével csendült fel a Magyar Nemzet himnusza, amellyel kezdetét vette a Rákosmente önkormányzata által szervezett központi megemlékezés. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 67. évfordulója tiszteletére rendezett eseményen ünnepi beszédet Horváth Tamás polgármester mondott, és mint utalt rá, a forradalmi harcok olyan jelentős történelmi emlékek, amelyek 67 esztendő távlatából is hatással vannak a jelenkorra. Október 23-a arra kell, hogy emlékeztessen bennünket, mivé lesz az ország, ha az emberek életébe beavatkoznak, és mindenkit kényszerítenek valamire, ráadásul kifejezetten idegen érdekek szolgálatában. Az elkeseredés egyszer csak felcsap az égre, s már az élet sem olyan drága, mert nem akar senki szolgaságban meghajlott gerinccel élni. 1956 őszi napjaiban az emberek legyőzték saját önzésüket. Sőt, még életük legközvetlenebb féltését is, s készekké váltak a létező legnagyobb áldozatra, a másokért történő teljes odaadásra. Mi pedig, amikor ünnepeljük jól nemzeti ünnepünkön, akkor ünnepelünk jól nemzeti ünnepünkön, ha látjuk, mire kötelez bennünket a régiek helytállása. Fölébe nőni önmagunknak, s áldozatot hozni. Mert ünnepelni őket csak is úgy lehet, ha törekszünk méltóvá lenni áldozatukhoz. A városvezető gondolatait követően a megjelentek elhelyezték a tisztelet és a hála virágait. A Rákos Csabai harcoló nemzetőrök, a Rákosmenti 56-os alapítvány és az 56-os kitüntetettek képviseletében Németh Istvánné, Zsámbokréti Zénó, illetve Szelepcsényi Sándor rótták le kegyeletüket. Rákosmente önkormányzatának nevében Horváth Tamás polgármester, valamint dr. Füzesi Péter és dr. Bakos András alpolgármesterek járultak a szoborhoz. Koszorút helyezett el a helyszínen Dunai Mónika országgyűlési képviselő, ahogyan Rákosmente testvérvárosainak küldöttségei, a 17. kerület kisebbségi önkormányzatainak, intézményeinek, politikai pártjainak képviselői, valamint a jelenlévő polgárok is. A szabadtéri esemény a szózat és a székely himnusz eléneklésével zárult. Az október 23-ai rendezvény a hagyományokhoz híven a Vigyázó Sándor Művelődési Központban folytatódott, ahol a Concerto Filharmonia zenekar előadását hallgathatták meg a résztvevők.
az évfordulóhoz kötődő program alkalmával dr. Füzesi Péter alpolgármester mondott pohárköszöntőt, melyben kiemelte a magyarok összetartó erejét, mely már az 56-os szabadságharc idején is megmutatkozott, valamint hangsúlyozta a hősökről való megemlékezés fontosságát. Mit is üzennek ők számunkra? Azt, hogy ha összefogunk, ha együtt kitűzünk egy célt, akkor a legnagyobb akadályokon is, a legnagyobb akadályokat is át tudjuk ugrani. És azt gondolom, hogy mi rákosmentiek is a hősöknek az üzenete szerint élünk, hiszen azt láthatjuk itt, hogy ez a béke szigete. Azt gondolom, hogy itt inkább mi emberek, rákosmentiek, azt nézzük, hogy mi az, ami összeköt minket, és nem az, ami szétválaszt. Én kívánom azt, hogy ez maradjon így, továbbra is éljünk az 56-os hőseink üzenete szerint, és most emelem poharam minden rákosmentire, akinek fontos ez az üzenet. Az október 23-ai eseménysorozat egy kötetlen beszélgetés mellett állófogadással zárult. A Rákosmente televízió krónikáját láttak, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a rakosmentetv.hu oldalon. Vigyázzanak egészségükre, minden jót kívánunk, viszontlátásra!